Sziasztok, jó reggelt! December elseje van, végre eljött ez az idő is, tényleg nagyon-nagyon-nagyon vártam ezt az időszakot. Igazából ez az első vlogmaszom, ami a csatornámon lesz most. Még ilyen nem csináltam, remélem, hogy szeretni fogjátok, és a következő években is fogjuk ezt csinálni együtt. Az az igazság, hogy tényleg egy kihívás számomra ez a vlogmász, mert ugye arról fog szólni ez az egész videózás, hogy a mai naptól egészen 24-éig minden este ki fog menni egy videó a csatornámra. Valószínűleg minden este 8-kor, vagy 9-kor, nem tudom még pontosan, de majd kiteszem a sztoriba, Instán, hogy tudjatok szavazni, hogy 8 óra legyen, vagy 9 óra, és mindig, minden este ebbe az időpontba fog kimenni a vlogmas. Igazából lehet, hogy sokan nem tudjátok, hogy igazából miről szól ez a vlogmas. Ez egy olyan videósorozat, amiben egész végig, 24-éig foglak magammal vinni. Igazából remélem, hogy inspirálóak lesznek a videóim, mert igyekszem minél hasznosabb dolgokat megosszak veletek. Igazából tényleg a karácsonyról fog szólni, az adventről, hogy várjuk az ünnepeket, megyünk együtt vásárolni, főzünk együtt, takarítunk együtt, díszítünk együtt, ajándék ötleteket fogok adni nektek, hogy mit érdemes vásárolni, vagy legalább, hogy én miket fogok ajándékba adni másoknak. Igazából egy videó sem lesz megtervezett, tényleg egy videót sem fogok megtervezni előre, hogy mit fogunk csinálni. Ugyanúgy lesz, mint ahogy a hétköznapjaimat fogom tölteni én az egész videózás alatt, tényleg abszolút nem lesz forgatókönyv erre, nagyon spontán leszek, és tényleg tényleg nagyon vártam ezt a videózást, mert reménykedem abban, hogy sokkal jobban meg fogtok engem ismerni, sokkal jobban fogjátok látni, hogy milyen vagyok én valójában, és remélem, hogy szeretni fogjátok tényleg. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy 8 óra lesz-e, vagy 9 óra, de szerintem lehet, hogy 9-re fogtok szavazni legtöbben, mert ugye akkor már mindenki hazakerül a munkából, ha kell menjen vásárolni, akkor már előtte bevásárol, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várom. A mai nap igazából nem lesz annyira eseménydús, mivel hogy dolgozni megyek. Igen, tudom, ünnep van. Igen, december 1 és általában ez szabad nap szokott lenni, de mivel hogy manikűrözök, így nem szoktam magamnak kivenni a december 1-et, úgyhogy mielőtt elmegyek dolgozni, azelőtt összeszedem a házat, mert káosz van, tényleg látni fogjátok, úgyhogy ezt is együtt fogjuk megcsinálni, utána mutatok nektek pár karácsonyi manikűrt, remélem, hogy fognak kérni a vendégeim, legalább pirosat. Úgyhogy utána elmegyünk a Lidlbe vásárolni, mert kezdett kongni a hűtőnk, úgyhogy ennyi. Úgyhogy vágjunk bele az utazásba. Na, menjünk takarítani, csajok! Igazából még jön a maszk az arcomra, de mivel most egyedül vagyok a szalomba, vagyis a szobámba, így most nem raktam fel. Hát igen, ahogy mondtam, nem lesz olyan sem indus a mai nap, de mutatok nektek pár manikűrt, hogy
miért készítek, és még hoztam, a tavalyról megmaradtak valami karácsonyi csillagok az ablakra, úgyhogy azokat majd együtt felragasszuk, és majd meglátjuk, mi fog még történni a mai nap folyamán. És ilyen lett a végeredmény. Hát szerintem elég ünnepélyes lett. Na, hát igazából ezekről a csillagokról beszéltem. A tavalyról maradtak meg, és úgy emlékszem, hogy a Jumbóba vettem. És hát tervezés szerint idén is megyünk a Jumbóba, úgyhogy... és igen, hát talán fogtok jönni. Na, gyertek, én ragasszuk fel ezeket. Hát ilyen lett a végeredmény, szerintem nagyon szép, nekem nagyon-nagyon tetszik. Mutatom itt az ablakot is. Szerintem jó hangulatos lett. És itt van a szendvicsem, amit az Amigóból rendeltem. Az a neve, hogy kék sajtos. Hát én imádom, ez az egyik kedvenc szendvicsem. Jó étvágyat nekem! És természetesen kaja után kávé. Na, lássuk, kinek kell itt a szalomba ajándékot vegyek én Mikulásra. Köszi, Szinti! Csak hiányzik egy lába, és hiányzik innen ez a rész, amit be kell dugni, és nem tudjuk, hogy hová tettük el a tavaly. Szóval megkeressük, ha megtaláljuk, akkor jó, és ha nem, akkor holnap majd együtt elkapcsoljuk a fényeket. Végre végeztem a munkába, és benézek a Pepco-ba és a Kikbe. Nézzétek, de cuki! És utána megyünk a Lidl-be. Jó, elő kell szereljem az oltási igazolványt. Pillanat! Ó, itt mindig annyi cukiság van. Nézzétek! Itt szeretem az ilyen dolgokat. Igazából nem szeretnék most venni semmit, csak gondoltam, hogy benézek. De édik. Amúgy ebből már vettem két dobozzal, és tudjátok milyen finom? Ugye szerintem ezt próbáljátok ki, ezt a csokis, mert ez isteni, tényleg. Egyébként volt kicsibe is, de most látom, csak ilyen van. Elfogyott. De lehet, hogy ki fogok próbálni most egy citromost, azt hol láttam? Ja, itt van. Ez itt van. Erre nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy egy ilyet beteszek. És aki már régóta követ, tudja, hogy fú, imádom a sajtokat, szóval kb. Az egészből tudnék venni, de amúgy nagyon sokszor szoktam ezt a fajtát venni, ez nagyon-nagyon-nagyon finom. Nem is tudom, hogy van-e otthon, de szerintem egyet adok. Egy jó ideje, nincsen tagliatelle. Én nem értem, hogy. Vagy az én szemem nem látja, de nem találom. Eskü. Fú.
Pedig azt sokkal jobban szeretem, mint a spagettit. És fiúknak is egy kis tartalom. Ez óriási. Basszus. És bejöttem a kutyüzletbe, mert hát az én kis kutyám csak ilyet eszik. Igen, úgyhogy be kell vásároljak neki is. Na, én most már haza is írtam, egy picit úgy érzem, hogy elfáradtam, hosszú volt a mai nap. Úgy döntöttem, hogy majd holnap fogom nektek, holnap reggel fogom megmutatni, hogy miket vásároltam a Lidlbe. És remélem, hogy tetszett azért nektek ez a videó, és tetszeni fognak ezek a tartalmak nektek. Hát, szép estét kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, és köszönöm azt is, hogyha velem fogtok tartani egész végig. Puszi nektek, sziasztok!